Sziasztok! Sziasztok! Újabb állomáshoz érkeztünk. Ezúttal keletre látogattunk, és hova? Ország határokon belül a Diósgyőriek nagyon fognak most örülni. A Nyíregyháza Spartakuszt. Igen, igen. Meg. Igen, és egyébként az egyik színük, az a Diósgyőr egyik színe, a másik színük meg egy másik szín. Ahogy látjátok, nyilván meg tudjátok, ugye piros, kék vagy kék-piros, ahogy tetszik, és akinek ahogy tetszik. Én azt gondolom, hogy vágjunk is bele azonnal, és ahogy látjátok, a honlap egy képekből egy slideshow fut a honlap felső részén, ahol azért elég jelentős szerepet kapnak a szurkolók. Úgyhogy itt már egy jó pont, mert úgy látszik, hogy itt fontos a szurkoló. Egyébként azért hozzátartozik a dologhoz, hogy a megyében azért nyilvánvalóan a Sparinak van a legnagyobb szurkoló tábora, nem pedig egy olyan csapatnak, aki egyébként nincsen olyan messze oda, és az NB1 tagja, de, és ez nagyon fontos, annak a csapatnak a honlapjáról készült videónkat meglepően sokan nézték meg, úgyhogy el kell ismerni, hogy igenis, a mi általunk gondoltnál nagyobb az érdeklődés, és ezt egyébként örömmel hallom én, mindezek ellenére is azt gondolom, hogy azért mégiscsak a Sparinak lenne ott a helye az NB1-be, de ez csak az én, hogy is mondjam, amatőr véleményem, valószínűleg a profik ezt másképp látják. Hát már csak azért is, mert szeretik a magyar szurkolók szeretik a nagy, úgymond ilyen nagy összecsapásokat. Tehát pontosabban nem csak a magyarok, hanem minden. Erről szól, hogy a riválist legyőzzük hangban is, a pályán is, esetleg pályán kívül, de ez másik történet. De én úgy gondolom, hogy a Nyíregyháza nagyon-nagyon hiányzik. A szurkolói létszám miatt is, a hangulat miatt is. Meg hát a pályán kívül is gyengék. Igen, abszolút. Szóval, hát, azt azért tegyük hozzá. Igen, tehát most nem ahogyan akarom őket ajnározni, hanem arról van szó, hogy egy nagy összecsapással kevesebb, amúgy sem nagy összecsapásokban bővelkedő magyar bajnokság, de hát sajnos ezt így hozta az élet. Nem is tudom, hogy milyen döntés született őket, és azt hiszem, hogy jogszerűtlenül zárták ki. Hát én annyit tudok egyébként az ügyről, hogy ugye ott egy játékossal kapcsolatban az ő kifizetésével voltak problémák, amelyet egyébként teljesített a klub, addigra a bíróságra került, hogy mégiscsak volt ezzel valami. A bíróság minden szinten a Sparinak adott igazat, és az ő javára döntött. Ehhez képest én nem láttam semmiféle olyan eseményt, vagy ilyen jogügyletet, ami arról szólt volna, hogy a Spari bármilyen módon kártalanítva, vagy megkövetve legalább, vagy bármi lett volna, és hát azóta is nyilván, nem feltétlenül nyilván, de azóta az MB2-ben sínlődik. Én nem tudom, hogy ők most esetleg büntibe vannak, vagy így. Hát ezt tudod, hogy az MLS előírásában, alapszabályban benne van, hogy aki az MLS-t pereli, vagy nem ad, tehát valahogy így szerepel, nincsen joghatósága az MLS és a klubok között a magyar polgári törvénykönyvnek. Tehát nem fordulhatsz bírósághoz, ha te egy egyesületed az NB1-ben, vagy az MLS örve alatt levő bajnokság egyik csapata vagy. De. Tehát fordulhatsz te jogorvoslatért, csak az a ti kettőtök kapcsolatában nem érvényesíthető. Igen, és hát nem felejtenek. Ha ettől valaki, és ez nagyon fontos, ha ettől a mi általunk tudott dologtól eltérőt tud, akkor az legyen szíves, írja meg nekünk. Nagyon szívesen veszük azokat a hozzászólásokat, e-maileket, amelyek a mi tudásunkat szélesítik, ugyanis nyilvánvalóan nem tekintjük magunkat olyannak, mint akik mindent tudnak. Ja, vannak olyanok, akik mindent is, de mi nem ezek közé tartozunk. Sőt, én addig megyek,
hogy esetleg a Nyíregyháza Spartakusznak van-e olyan szurkolója, aki eljönne a műsorba. Hoppá, akár igen. Állandóan is, de hát ezt már sok csapatnál eljátszottuk, a bátorság valahogy elfogy, amikor arról van szó, hogy nevet és arcot kell adni a véleménynek. Nagyon remélem, hogy ez nem így van Nyíregyháza esetén, hogyha a srácok valaki Nyíregyházán úgy gondolja, nagyon szívesen helyt adunk a műsorban, jó kamerával, egy jó webkapcsolattal, jó beszélőkével és az ellenfél csapatainak a tiszteletével bárki beszállhat ebbe a műsorba, úgyhogy titeket is várunk. És egyébként higgyétek el, hogy ez nem olyan őrületesen nagy anyagi áldozat, sőt, azt is gondolom, hogy már rengetegen rendelkeznek egyébként is ezekkel a készségekkel, tehát ez szerintem nem egy olyan nagyon extrém kérés vagy elvárás azzal kapcsolatban, aki adott esetben szeretne szerepelni a műsorban, és hát ahogy az NB1-ben adott esetben szükség lenne a Nyíregyházára, úgy egyébként a semleges térfél adásaiban is az ő szurkolóik valamilyen képviselőjére. De menjünk a honlapra, okay, és nézzük, túl sok nézzük, hogy mi a stájsz így lejjebb, mert azt láttuk, hogy az indítás egyébként keleti nagyon front, jó. Oké, mindenki megtudta. Igen. A keleti front egy nagyon, nagyon jó kis itt, kép. Én itt volt, van maga a stadion. Nem tudom, hogy most pontosan így nézek, én 2 évvel ezelőtt voltam Nyíregyházán, a főlelátón kívül, igen, nem tudom, hogy történt-e még hozzáépítés, amikor a dr. Ebert Gáborék dolgoztak ott, én akkor voltam ott, illetve még előtte a Mátyus Jani idején, mentem a János meglátogatni, úgyhogy... Ott Rudolf Gergőt láttam, ugye? Hogyha, igen, hol? Az előző képen, hát majd egy idővel majd vissza fogunk ugyanide térni, úgy különben. Hát ő egyébként, ugye egyébként a Nyíregyháza szülöttel, tehát neki azért... Szóval akkor hazatért. Ott van a helye, így van, így van. Egyébként, ha jól emlékszem, abba hagyta a labdarúgást, vagy nem? Nem tudom, az igazság, hogy nem tudom. Na, szóval nagyon, nagyon nagyatlan vagyok, mert valójában pár napja írtam róla, és megmondom őszintén, hogy elfelejtettem. Jó, okay. Na, menjünk lejjebb. Jó, tehát megjelenítődnek a színek, hála a Jóistennek a szurkolók, akik még így is azért kitartottak a csapat mellett. Nézzük meg, hogy a főoldalon milyen... Várj, menjünk lejjebb még a főoldalon, nézzük. Ja, tényleg. Igen, és azt mondja, hogy ugye a következő mérkőzés, spari játékosok, ugye igazolási hírek, videó, ezt nyilván nem fogjuk elindítani, spari shop, majd ide még azért vissza fogunk térni, további hírek, bajnoki tabella, Facebookon a spari, és ide be is van a Facebookról egy rész vágva. Egyébként ez, ha hiszitek, ha nem a mi honlapunkon is nagyon hasonlóan néz ki, és ezúton is mondom, hogy a semlegestérfél.com a honlapunknak a pontos címe. Heti edzés program. Ez egyébként például nagyon jó, a heti edzés program, mert én azt gondolom, hogy ja, és van ankét, Victoria Garden ankét, stadion műfű, spari soroksár, edzőtábor, stb. Itt még lehet, hogy arra is számítanak esetleg, hogy a szurkolók mi van, aki mennek mérkőzni, vagy edzést megnézni. Lehet, hogy ez nem lenne annyira rossz, és egyébként alul vannak szponzorok, az MLS, közérdekű információk, Onyx kaszinó, csak így jelzem, oké, okay. Úgy Kelet-Magyarországon ez a kaszinós történet, ez nagyon fut, meg Nyugat-Magyarországon és a közepén meg nem, de menjünk tovább. Ugye a főoldal, és itt egyből van egy spari. Egyébként nagyon tetszik, hogy a klub önmagát is sparizza. Igen, ez a szurkolóhoz közel álló dolog és kifejezés értelemszerűen. Játékosok, szakmai stáb. Oké, szakmai stáb most éppen. Lengyel Roland vezetőedző. Darabos Balázs. Egyébként nagyon jó, imádom. A Darabos Balázs, ő egy erőléti edző. Egy erőjátékos általában darabos, beszédes neve van, de nyilvánvalóan nem erről van szó. Ő a maga részéről az erőt és a lendületet fogja hozzátenni a csapathoz. Az összes többihez nyilván más szakemberek erre
A női csapathoz nem megyünk, ott akkor végképp elkalandozunk. Igen, nézzük a... És akkor most jönnek a hírek. Ez nagyon érdekes, hogy valószínűleg, az aktualitások itt vannak. Nyilván most aktuális hírek az igazolásokról szólnak. Egyébként szurkolói ankét csütörtökön 30 perccel korábban kezdődik, 16:30-kor. Ez jó, ez nekem tetszik. Egyébként ez a kis Pepita elrendezés, ez nekem így tetszik. Aha. Jó. Én lehet, hogy itt többet belevinnék a piros-kékből, de lehet, hogy túl sok lenne azért ezt hozzá, meg ezek tényleg olyan ízlések és pofonok kérdése, amit ez ugye nem vitatkozunk. Túl snassz ez a fehér. Igen, ott lehetne valamit is okosítani, de nem tartozik szorosan a témánkhoz, azt azért tegyük hozzá. Aki először lát ilyen videót, amit készítünk, három szempont alapján nézzük a weboldalt, hogy a klub filozófiát keressük, igen, a játékstílust és magának a csapatnak az identitását véljük felfedezni, úgyhogy először látogatunk el egy weboldalra. És ide tényleg először látogatunk el, és itt nagyon fontos, klub, és ott van, hogy cégvezetés, cégtörténet. Ugye itt azt mondják akkor ezek szerint, hogy ez a klub egy cég. Ez igaz is egyébként, abból a szempontból, hogy a klubot egy gazdasági társaság működteti. Nézzük meg akkor a cég történetet. Egyébként tetszik ez a szó, az a cég. Ugye ezt szokták használni amerikai titkos szolgálatok esetében, a cég. De hogy itt mit jelent ez? Ez nagyon jó. Mert itt a labdarúgás története tűnik fel, de hát nagyon... Hát hiszen cégére van, azért cégnek kell lennie. Igen, de egyébként... Lenne így is magyarázni. Igen, de egyébként nagyon, az NVSC-n azon nagyon hamar túllép. És 28-as, a profi labdarúgás bevezetése után alakult meg a nyíregyházi vasutas, tehát 28-as megye legjobbjai közé tartozott. Hát ugye sajnos, mint nagyon sok más egyesületnél is, pont amikor elkezdett volna kibontakozni, akkor jött a háború. Igen, és akkor itt viszonylag röviden van összefoglalva, a labdarúgó szakosztály ebben az időszakban önállósodott, az nem derült ki nekem, mert azért nem 80-ban önállósodott. Ja, itt bocsánat, 90-es évek elején. Temesvári Miklóst említi, igen, mint igen, a legendás edzőt, akivel a másodosztályban lettek bajnokok, ezzel első osztályú Tibor. És akkor van itt valami hardware SE. Igen, kedves hardware SE alapították focin. Nyíregyháza Spartacus. És akkor ugye eljutunk a Nyíregyháza Spartacusig. Egyébként a Spari az, én nem tudom, az honnan jön, és mióta van, hogy Spari. Én nekem ez mindig Spari, nem? Vagy én, itt, én sületlen vagyok, és nem... Nem tudom, az igazság, hogy ez a Spartacus név az ilyen nagyon... Hát egy kicsit a... De itt 2003-ról beszélünk, amikor a Nyíregyháza Spartacus... Csak az átkos időszakban szokott mindig előjönni ez a Spartacus, vagy mint a Dózsa, jó, oké, jó. Aj, hát én nem mondok itt olyan ilyen, hát, na mindegy. De nem csak Újpesten volt, hanem rengeteg más nem, helyen nem, hát voltak, tudod, ezek a szakszervezeti csoportok. Igen, igen. Hát arra te nem szívesen emlékszel, én sem. Senki. Megmondom őszintén. Jó, de ezt hagyjuk, mert nem a témához tartozik. Spari hagyományok ápolja két dolgot, azóta a klub képviselő a város minőségi sportja, a Spartacus elnevezéssel az egyesület tulajdonosai és tagjai tudatosan vállalták a Spari hagyományainak ápolását. Spari hagyományok. Jó, de tehát hol itt vannak azok? Igen, egyrészt, másrészt olyan, mint hogyha valahonnan a levegő, én azért kérdeztem rá, mint hogyha valahonnan a levegőből jönne, opá, bocsánat, Spartacus Nyíregyháza, Spartacus Petőfi fúzionál, az NVSSC nyírség. Ezt most az NVSSC, akkor Nyíregyháza Spartacus Sportklub. Aha! Jó! Tehát 77! 77. Na, akkor megtaláltuk a megoldást. Emlékszel, volt ilyen az MTK Magyar Testtagoldó Köre Vörös Meteor. Igen. És akkor most gondolj el egy MTK-VM-NVSSC mérkőzést. Úristen! De jó! Egyébként én azt gondolom, hogy azért most én nekem Spari.
nem tudom, hozzátartozik a történethez, hogy Nyíregyházára jártam főiskolára, és az akkor is pari volt. Egyébként a kollégium pedig közvetlenül, a tanárképző, az közvetlenül a stadion mellett van. Hát egyébként nekem a stadion akkoriban kevésbé a futballról szól, hanem Deep Purple koncertről, Dávid Gyula koncertről, tehát a Józsi után a Deák, nem, a Józsi előtt. A Deák Bill az egyedüli fradista, akit nagyon díjazok. Na de menjünk tovább, mert már megint nagyon elkanyarodtunk, ma teljesen szép vagyunk esve, ugye? Fullosan. Ugye, nézzük. Egyébként mi a véleményed erről a címerről? Ne, esküszöm neked, hogy most nem foglalkoztunk. Nem néztünk utána heraldikai szempontból, de minthogyha egy kormányra hasonlítana, egy hajó kormányra. Igen. Egyébként én megmondom őszintén, hogy nekem nem tetszik benne az, hogy az NYSFC, tehát a Nyíregyháza Spartacus FC, az döntött betűkkel van írva. Én nekem harmonikusabb lenne. Olyan, mintha ilyen kicsit domború lenne, és azért tűnik, hogy ilyen. Igen, minden esetre nem nekem kell, hogy tetszen. Ezt azért tegyük hozzá. Biztos megvan ennek is a mikéntje. Igen, és valószínű, hogyha itt lenne egy ilyen története például a címereknek, akkor látnánk azt, hogy ez pontosan miből következik, és akkor azt mondanák, hogy igen, ennek a történelmi előzményei megvannak. Megint csak azt tudom mondani, hogyha Nyíregyházán van valaki, vagy nem Nyíregyházán él, de Nyíregyházának szurkol, akkor írja meg nekünk, hogyha van erről tudomása, hogy mi a címer történet. Ezek fontos dolgok, mert lehet, hogy pont egy identitáshordozó dologról van szó, csak igen, mi ezt speciál nem ismerjük, ugyanúgy, mint ahogy azt se ismerheti, aki először téved ide, és azon filózik, hogy vajon én mennyire tudok azonosulni ezzel a klubbal. Ezért nem nézünk utána a kluboknak, mert az első benyomásunkat szeretnénk közölni veletek. Így van. Hogy a weblap alapján nekünk mit árul el. Tehát mindig kaptunk már ilyen levet, hogy mi nem készültök fel egy klubból. Hát pontosan azért nem készülünk föl, mert azt szeretnénk, hogy mit árul el nekünk ez a weboldal. Legyünk egy átlag szurkoló, és fölmegyünk a weboldal, és megnézzük. Igen. Egyébként itt van, amit említettünk már, az MLS azonban arra hivatkozva, ez 14-15-ös szezon azt hiszem, arra hivatkozva, hogy a csapat nem teljesítette a licenckövetelményeket, nem engedélyezte az indulást az élvonalban, és a Spartacust az NB3-ba száműzte. Snitt. Hiába a harmadik fonal, Révész Bálint, tulajdonos, egyébként ő előtte le a kalappal. Azt meg kell jegyeznünk, Mátyus János vezetőedző, és a keret egy része is maradt a csapat mellett, és maradtak a szurkolók is. Na ez egy nagyon fontos dolog, akik hétről hétre elkísérték a Sparit idegenbe is, igen, ez pontosan így van. És akkor ugye visszakerültek az NB2-ben, és most, hát én azt gondolom, hogy még ott sinylődgetnek, és most az utóbbi években én nem láttam azt, hogy nagyon komoly esélyeik lettek volna egyébként a feljutásra. Ezt nyilván megint csak el fogják tudni nekünk mondani azok, akik ismerik jobban a klubnak a jelenkori történetét, hogy ennek mi lehet az oka. De menjünk is tovább. Cégvezetés, cégtörténet. Azért nézzük meg a cégvezetést. Révész Bálint elnök. Én egyébként őt nem ismerem. Azt hozzá kell, hogy tegyem. Nyilatkozataiból ismerem valamelyest, és azt mondom, hogy ő aztán tényleg egy elkötelezett cégvezető, hiszen ott cégként apostrofálják. Igen. Igen. Gyönyörű a klubmenedzser, kedves Eszter. Igen. Szerintem a gazdasági vezető is. Úgyhogy, és hát ugye ne hagyjuk ki a férfiakat sem, ők is nagyon szépek. De ez most egy ilyen mellékzönge volt. Stadion információ pályarendszabály. Oké, itt én azt gondolom, hogy az információknál itt ez fontos lehet. Egyébként, igen, ezért akartam rákeresni. Ugye Nyíregyházán még mindig ugye egy atlétikai stadion van gyakorlatilag, és nem egy
csak és kizárólag dedikált futballstadion. Ez nyilván azért van, mert ott esetleg a testnevelésisek azok, illetve a klubnál folyó atletizálás, az is itt zajlik, és látható, hogy én gondolom azt, hogy ez egy rekordtán nagyon szépen karban tartott, nagyon rendben van. Ugye itt látszik, hogy a két hosszú oldalon azért helyel közel fedett lelátó van, szépen rendezett különben. Maga a környék is. Tehát, amikor ott voltam legutoljára, akkor is szép volt, csak azt nem értem, hogy itt egy nagy hagyományokkal rendelkező, komoly társadalmi támogatottságú csapat, már a város szinten, és tényleg minden, bocsánat, hogy tényleg bocsássanak meg, minden faluba építettek már stadiont. Nyíregyházra nem lehetett volna? Az az igazság, hogy itt én az emlékeim szerint ez úgy nézett ki, hogy Nyíregyházán akkor is, amikor nem voltak egyébként mindenféle tavó jellegű támogatások, mert például a nagy lelátó, a főlelátó, az az előtt épült. Ott mindig építgették, mindig gondozták, mindig ápolták, és lehet, hogy ezzel nagyot hibáztak, mert ugyanis nem tudják előadni a szegény kisgyermek sírámait, mert ugyanis tényleg egyébként ez egy szép létesítmény, csak nagyon zavaró tényleg, most ne sértődjön meg senki, tényleg zavaró ez a futópálya, én nálam ez a távolság, ez valahogy ma már. Hozzászoktunk. Régebben elfog, mert nem érdekel, de az, hogy mostanában olyan stadionok vannak, igen, meg túl sok angol meccset nézünk, hát, meg, ahol meg olyan mérkőzéseket, ahol dedikáltan, igen, labdarúgásot elvesztek a stadionokat. Igen. És igen. Média szurkolói tájékoztató. Hát ez csak ez a fenyegetőzés, hogy az MLS eltökélt abba, hogy igen, ne szurkoljunk. Sőt, emlékszem, mit mesélt az Albert Gábor, hogy itt volt az, hogy a szurkolói csoportnak volt születésnapja, vagy a Sparinak, és egy bejelentették előre, hogy tűzijátékot fognak csinálni, de volt ott bekészítve tűzoltó, és ennek ellenére mégis megbüntették. Igen, mert a szabál, egyébként a... mindegy, hagyjuk, tehát ez a buta embereknek a dolga. Szurkolóink. Eleve egy fő menüpont szól a szurkolókról. A szurkolói csoportokról. Tehát így van. Keleti front, Spartak. Nézzünk bele. Én nem tudom, hogy ki a legnagyobb, ki a legkisebb, és köztük milyen viszonyok vannak. Ez az ő dolguk. Itt most minket az érdekel. Itt van. Ja, bocsánat. Igen. Mindig Nyíregyházáért voltunk. Vagyunk, leszünk. Mit kell tudni a Spartakusz 1928 egyesületről? Három szóval definiálnál. Nyíregyházi, mert Nyíregyházi egy szurkolói, mert. És konfederáció, hiszen az S1928, az egyesület rövidített neve, egy lazán szerveződő tagoknak direkt előírásokat nem adó, de mégis stabil, és biztos hátteret adó szervezeti keret, stb. És akkor itt álljunk meg. Már megint ott tartunk, hogy ugye ez egy szurkolói egyesület, ez például egy laza keretek között szervező szurkolói egyesület, és valamiért a szurkoló azonnal kötelességének érzi, ha bár erre nincsen kötelezve, mert a double pass nem kötelezte rá, hogy ő definiálja magát. És ő elmondja, hogy ő kicsoda, micsoda, és miért, gyakorlatilag miért? Egy identitást megmagyaráz, hogy Nyíregyházi, mert szurkolói, mert konfederáció, hiszen. Ugye? Tehát, hogy így látjuk. Itt is ugyanaz van. Ez nagyon szerencsés dolog, hogy a Spartakusznak maguk a vezetői fontosnak érezték a szurkolókat kirakni ide a weboldalra, mert ők fogalmazzák meg az identitást, amiről évek óta beszélünk, videókat készítünk, cikkeket írunk, hogy maguk a labdarúgó cégek nem tartják fontosnak kiírni a filozófiájukat, de egy szurkolói csoport az mindig. Igen, és itt egyébként ez például én még nem gondoltam erre a megoldásra, hogy azt mondja a klub, hogy én lehet, hogy nem fogalmazom meg az identitást, ezeket a dolgokat. Nyilván piros-kék színeket használok, megjelenítem a szurkolókat, stb. De ugyanakkor meg lehetőséget biztosítok arra a honlapomon a szurkolókat, most már meg akarom nézni a többi, oda azért akartam. Mondjuk a Mastiffs szurkolói csoportoknak, hogy ők
mondjanak egy definíciót. Nyilván az ő saját magukról alkotott kép, és az ő saját öndefiníciójuk, az értelemszerűen kapcsolódik a klubhoz, hát hiszen mihez kapcsolódna. Viszont tök jó dolog, amit leírják, a csoportokon 95-ben alakítottak, akik az olasz látókon tapasztalt szurkolást szerették volna meghonosítani. Tehát egyből az identitás ott van, tehát valószínűleg a szenvedélyes szurkolás. A csoport tagjai egészséges nacionalizmussal és lokálpatriotizmussal rendelkeznek, pártpolitikával nem foglalkozunk. Ha valamilyen témában megjelenünk, a saját elhatározásunkból tesszük. Stb. Nincsenek barátaink csoport szinten, azonban több tagunk van, baráti kapcsolatai Békés Csabán Gyűriekkel való találkozás során is kialakult egy korrekt ősi ellenségünk. Na látjátok, nem csak, tehát ugye ők például valamivel, vagy valakikkel, valamikkel szemben határozzák meg magukat. De ez is egy olyan meghatározás. És hogyha most megint átmegyünk... Ezt a megfogalmazást, ősi ellenségünk a Debrecen, ez az ellentét már több mint 100 évet tart, és mi sem szeretnénk megtörni ezt az ősidőktől örökölt hagyományt. Újabb keletű, bár hasonlóan ellenséges a viszony a Diós György szurkolóival. A Fehérvár és a Szeged szurkolói sem tartoznak kedvenceink közé. Igen, és akkor jön egy hosszas felsorolás, és a világ összes futballcsapatát felsorolják. Nem erről van szó. De azért én azt gondolom, hogy és például nagy kihívást jelentett a csoport és a nyíregyházi labdarúgás számára 2003-tól kezdődő korszak. Kezdetben jól indultak a kapcsolat az akkori vezetőséges, stb. Tehát, hogy én ezeket kifejezetten díjazom, és le a kalappal a srácok előtt, és tudjátok, mit mondok? Különösen a klub előtt, mert hanem hasonló srácok, hasonló szervezett szurkoló csoportok minden nagy hagyománnyal rendelkező klubnál vannak, és mindenütt megérdemelnék, hogy hasonló módon kirakják őket, és hasonló módon tőlük meg lehessen tudni azt, hogy mik az identitásnak a mérföldkövei vagy a hívó szavai a szurkoló szerint. Az egy más kérdés, hogy amikor egy játékos 5, 6, 8, 10, 12 éves játékos oda kerül, neki nem ez feltétlenül az identitás, mert ő nem egy szurkoló, ő egy játékos. De vannak kapcsolódási pontok. De vannak kapcsolódási pontok, és például itt, ugye, én a klubtól elvárnám azt, hogy hát a Spartacus. Hát azért az a név, az így jelent valamit, az kötelez. Lehet, hogy nem véletlen például, amikor arról beszélnek, hogy az olasz szurkolói hagyománynak. Tehát ott volt olasz focisúr is. Így van. Én úgy emlékszem. Így van. Szóval én azt gondolom, hogy erre az identitás meghatározás megoldása, én magam nem is gondoltam, tök nagy pozitív meglepetés, de én várnám azt, tényleg, hogy a klub is ezt foglalja össze, vagy ő is rakjon ki egyet, hogy a klub mit tekint. Ugye nyilván a Nyíregyháza, Nyírség, a Spartacus név, akkor ezek szerint az olasz jellegű kötődések, a Debrecen, Diósgyőr ellen, vagy ellenében történő meghatározás, stb. Ezek igenis fontos dolgok. És nagyon fontos, hogy nyíltan leírják azt, hogy melyik csoportból váltak ki, ezek utána volt egymással különböző konfliktusuk, de nagy valószínűség éhez meg tudták veszélni. Vecchio Mastino. Igen. Például. Akkor ez az olasz kötődés, ez tényleg egy létező dolog. Én ezt egyébként megmondom őszintén, hogy nem tudtam, és akkor tényleg el is ásom magam. Számos emlékezett lelátó, hogy mennyire szolgáltató utóbbi fél, nem tudom, Debrecenek koreográfia, Diózsia, tüzelés, illetve a meccs kihúzott nagy vízhatalom. Igen, tehát ebből is látszik, hogy több nagyobb létszámú szurkolói csoport, elkötelezett szurkolói csoport is van Nyíregyházán. Tehát ezeket már maguknak a szurkolói csoportoknak is vannak hagyományai, tradíciói, hát még magának az egyesületnek. Hát igen, és meg lehet ezt vásárolni, Józsi? Nem. Szóval itt most szerintem egy megfejtés van. Fejcsúton ennek a 50. részének is örülünk. Ennek nem lett volna esetleg még, nem hangsúlyoztuk volna, akkor itt van egy élő példa. Nézzük meg az akadémiát. Mert az akadémia nagyon fontos, és az akadémiánál és a gyerekek számára
az ott felnővő generációk, új generációk számára, az tényleg fontos, és talán mindennél fontosabb az, hogy identitás, hogy mik vagyunk mi, hogy mit szeretnénk belőletek csinálni az akadémiánkról. Nézzük meg. Bene Feri is vezette egy időben ezt az akadémiát. Így van. Na. Bozsik jó. Nagyon ismerős. Nem is ilyen arc. Látom, Bozsik? Igen. Igen, hát hiszen róla van elnevezve. Családjádi munka. Igen, nézd csak, a klub filozófiájának megfelelően elsősorban játékosokat szeretnénk nevelni, akik később a spori színeiben érhetnek el sikereket. Nagyszerű, hogy leírjátok, hogy van filozófia, csak hol van leírva? Azon kívül, hogy látom, hogy de várjál, van. Ott van! Várjatok! Jövőkép küldetés visszaállítani a 90-es években még meglévő futball és klubkultúrát. Haló! Magas szintű infrastruktúra és szervezés szakmai szintű körülmények biztosítása, felzárkózás az elitakadémiák mellé, akadémiák mellé, klub és az akadémia különálló jogi személyként, de közös szakmai irányvonalat, közös eredmények elérése. Haló! Emberek! Úgy kiabálom, mint akkor Phil Taylor a 6. Hát így van! Igen. Te szeretnéd, ha hájjal kenegetnének? Azt szokták mondani, mint ha hájjal kenegetnének. Én azt el nem tudom képzelni, de zseniális. Futballfilozófia gondolkodva győzni, győzelemben gondolkodni. De figyelj, most jön a lényeg. Igen. Hagyomány, futball hagyományokat őrzése továbbvitele, hit, a tirpákok hittel és homokból építették fel Nyíregyházát. Hoppá, kérem szépen. Egyébként a tirpákok azok egy tényleg létező népcsoport, és a helyi szinten én azt tapasztaltam, nyilván szoktak a diósgyőriek például, de mások is, tirpákozni úgymond, de ez helyi szinten nem egy szitok szó, vagy egy hanem egy nem. Hát tényszerű, ez létező népcsoport. Egy kisebbség megnevezés. Én azt gondolom, hogy valami felvidéki kapcsolódásuk volt valaha, de szerintem, hogyha megnézik a helyiek, akkor lehet, hogy most a fejüket fogják, van valami ilyen lövésem nekem erről, nem akarok ebbe belemenni, mert hülyeséget nem szeretnék beszélni. Tehát nekem is, hogy van olyan kövesdi barátom, aki azt mondta, hagyjad a matyókkal, nem lehet beszélni. Aha. Tehát így körülbelül... Hivatás. Az akadémiáról kiket. Futball filozófia. Igen. Elemény. Földrajzi fekvésű múl. Adod a megyei kárpeteide és erdei tehetségek kiemelése. Felnőcsapat számára élvonal szintű, azonnal bevethető játékosok képzése, helyi kötődésű szakemberek alkalmazása. Kiemelt tehetségek elvándorlásának megelőzése. A képzés és a nevelés középpontjában a játékosnak kell állnia. Gondolkodó, játékhelyzeteket megoldó játékosok nevelése, pozitív gondolkodás, győztes mentalitás, szenvedély és alázat, tisztelet egymás iránt játékos, edző és vezető részéről egyaránt. Korosztályok struktúrája következik. Na figyeljetek! Ne menjünk végig az egészen. Itt ez most a legjobb a Kelen Eszén kívül, ez az egyetlen olyan csapat, ahol ezt megtaláltuk. Totálisan megdöbbentünk, és itt látszik az a megdöbbenésünk, meg az ordibálásunkon, hogy tényleg nem néztük meg, és nekem leszakadt a pofám, megmondom őszintén, és halál respekt. Én azt gondolom, hogy itt, én már is mondok valamit, 4/5, de csak azért 4/5, azért 4/5. Nincs játékstílus megfogalmazva, igen, azért ott persze lehetne jobban belemenni, de az általunk vizsgált MB-s szintű csapatok közül definitíve itt vannak a legközelebb a általunk elképzelt megoldáshoz, és persze az általunk elképzelt megoldás ez csak egy dolog, mert az csak a mi fejünkben létezik, de a double pass által jelzett dolgokhoz, ami viszont én azt gondolnám, hogy kötelező érvényű lenne, hát nagyon sok helyen nem így vélik, de hát ez egy más kérdés. Én 4/5, a 4/5 az csak azért van, és azért, mert amit elmondtunk, de én most tök lelkes vagyok. Hát teljesen. Annyi, nagyon tetszik. Nagyon tetszik, és ebben biztos vagyok, hogy a tulajdonosi kör is, illetve a vezetőségnek a keze benne van. Azért is én is 4/5 adok, már most mondom. Először is megjelennek a szurkolók. Megjelenik a szurkolói identitás. Így van. Megjelenik az, hogy a klub mit akar, és elnézést, hogy már előre károgtam, de utána, amikor megdöbbentem, hogy pontosan le van írva, hogy mit akarnak,
hogy akarják ezt elérni, és kikkel akarják elérni. Ezzel besorolták saját magukat, és egyértelmű, hogy ennek a csapatnak ezzel a mentalitással az első osztályban volna a helye. Úgy is, meg ők biztos vagyok benne, hogy előbb vagy utóbb ki fogják majd harcolni maguknak az első osztályt, de az, hogy így megfogalmazva, a Kellen mellett csak itt igen, láttam. Igen, és én azt mondom, hogy én meg vagyok olyan szerencsés, hogy én előre azt mondtam, hogy a révész úrnak respekt, hát most aztán végképp. Most aztán végképp, és tényleg nagyon, egyébként tényleg pofám leszakadt, és... Bár az igazság, hogy a Mátyus Jani is igazán csak jó szava... Elképesztő, gyerekek, elképesztő. És mondott egy sztorit nekem a Jani, nagyon tetszett, hogy milyen családias volt a légkör. Pekár volt a játékosa, igen. És azt mondta, hogy ha rúg egy gólt, nem is tudom milyen, volt egy időszak, amikor nem nagyon ment a... Igen. És azt mondta neki a Jani, hogyha, bocsánat, a Mátyus, hogyha gólt rúg most a hétvégén, akkor kibérelem neked Nyíregyházának az egy cukrászdáját, úgyhogy egyedül azt teszel, ami belé fért. Sokba volt. Annyit tudott elni? Igen. Úristen, az a pici ember. Tehát, egy óriás. Tehát, hogy ez, én ennyit hallottam az akkori csapatról. Tulajdonképpen az Elbert Gábor is elmondta. Már maga az, hogy ő ott tevékenykedett, egy műsorunk is foglalkozott az akkori Spartakusz-beli dolgokkal, hogy a kizárás, hogy próbáltak közelebb kerülni a szurkolókhoz, hogy legyenek ankétok. Szerencsére ezek vannak is azóta is. És nem ankét pofon, hanem ankét. Hanem tényleg az, hogy érdekli a szurkolók véleménye, mert úgy gondolom, hogy ennél a csapatnál és a Sparinál is készülnek a jövőre. Készülnek arra, amikor magukra lesznek, csak magukra lesznek majd utalva, illetve az identitásukra, a hagyományaikra, tehát tulajdonképpen saját magukra lesznek utalva, és nem lesz, aki a hónuk alá fog nyúlni, úgyhogy én szerintem fejezzük is be. Igen, és még egy kérdés, ez csak úgy költőjen, vagy költői indítatása, hogy vajon miért maradt meg Nyíregyházán szurkolói kultúra és társaság annak ellenére, hogy az NB3-ig visszasorolódtak, na például ilyenekért. Pontosan. Úgyhogy ezt a mai videót lezártnak tekintem. Úgy gondolom 4/5-öt adtunk mind a ketten, és továbbra is várjuk, ha esetleg Nyíregyházáról valaki szeretne becsatlakozni a műsorba, és a szokásos szöveget most le kell lőttem, akinek tetszett ez a videó. Az jelezze felénk egy lájkkal, egy megosztással, iratkozzon fel a csatornánkra, látogassa Facebook oldalunkat, YouTube csatornánkat, és a weboldalunkat, a semlegestérfél.com-ot. Én elköszönök tőletek, szervusztok, Nyíregyháza, Spartakusz, ha lenne kalapom, megemelném, 4/5. Így van. Én azt tudom mondani, Nyíregyháza ennek a sorozatnak az óriási pozitív meglepetése. Sziasztok! Sziasztok. Baszki, ezek tényleg meglettek. Igen. Ha tetszett a videó, kövess bennünket Facebookon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és ha támogatni szeretnél bennünket, ezt a videó alatt található Patreon linken keresztül megteheted.